Sok szeretettel üdvözöllek, most iroda jogát hoztam neked, vagyis olyan gyakorlatokat, amit irodában széken ülve is el lehet végezni, tehát tényleg csak ennyire van szükség, meg egy kis helyre a szék körül. Nagyon jó, mert ha egész nap ülsz, bemeredik a derekad, a nyakad, a vállad, az egész tested, ha pedig ezeket a gyakorlatokat végcsinálod, kicsit kompenzálod, kicsit kilazítod ezeket az izmokat, úgyhogy remélem fog neked tetszeni, akkor nézd meg a videót, és gyakorold végig ezeket. Selfness Yoga, testmozgás, életmód, önfejlesztés, Medvegy Gergely Jóga oktatóval. Első körben foglaljunk helyet. Üljünk le a székre. Szék körül legyen egy kis hely, hagyva. Először kicsit lélegzünk, kicsit átmozgatjuk magunkat. Húzz ki magad, ülj egyenesen. orron keresztül. Jó? És akkor hozd oldalra a kezed, és akkor belégzéssel fölnyújtózkodsz a magasba, kiemeled az állat, tekintetedet. kilégzés, leteszed a kezed, leengeded a fejed, belégzés, emel a kéz, kiemel az áll, fölnyújtózkodsz, kilégzés, lehoz a kéz, leenged az áll, nyújt anyag. belégzés, jön a kéz, föl, fölemel az áll, kilégzés, leengeden, tehát legközelebb jön fel a kéz, oldalt tarts meg, és a kilégzés. Domborítasz, zár a kéz, leenged a fej. Belégzés, homorítasz, nyit a kéz, kiemel az áll. Kilégzés, domborítasz, zár a kéz. Belégzés, homorítasz, nyit a kéz. Saját tempóba csinálj még kettőt, hármat ebből. Próbálj nagyon domború lenni, illetve nagyon íves, amikor homorítasz. Tehát menjen a mozgás határig természetesen mindig a saját ez igazodva végezd a gyakorlatokat. Jó? Úgy, úgy. Majd. Na meg volt ez a két gyakorlat. Az megint oldalra a kezed. Nyújtsd fel a karodat kapaszkodj össze a és kilégzés hajolj el valamelyik oldalra, belégzés gyere középre, kilégzés hajolj el másik oldalra, belégzés gyere középre. Saját tempódba folytasd, figyelj arra, hogy a kéz nyújtott, a gerinc nyújtott, a felkarokat próbáld a fülek vonalában tartani, illetve amikor oldalra hajolsz, akkor tényleg a merence síkjában hajolj oldalra. Azaz. És akkor, ha tudsz, mére hajolsz, ha ez nem megy, akkor nem kell erőltetni. Úgy. legközelebb középen vagy állj meg, ha megy kulcsod össze az új nyújtsd így fölfelé. Ha ezt nem tudod csinálni, a csuklód, akkor maradj az előző hüvelykujfogásban. És kilégzés nézzel egyik oldalra, belégzés gyere középre. Kilégzés nézzel másik oldalra, belégzés közé. Kilégzés csavarsz belégzés középre jut. És akkor ebből csinálj még páran. Folyamatosan emeld a kezedet és a fejtetődet fölfelé, és tartsd stabilan a merencédet, miközben végzed ezeket az egyszerű kis csavarásokat. Ja, és élvezd a pózt. <laughs> Nagyon jól kilazítja a törzsed derekadat vállalat. Mert a legközelebb középen vagy, akkor egész egyszerűen csak állj meg, és engedd le a kezedet. Kicsit út lefelé nyújt hozzá a kezeddel, miközben a fejtetőddel emelkedsz fölfelé. Az is de a nyújtózást. Egy könnyed oldalra halást fogunk csinálni. Bal lábad marad középen, jobb lábadat kicsit kiteszed oldalra. Jobb könyököddel rá, könyökölsz a combodra vagy a térdedre. Bal kezedet belégzéssel kiemeled, majd kilégzéssel elnyújtod oldalra. És akkor nyújtózkodj oldalra a kezeddel és a fejtetőddel is folyamatosan rézsút fölfelé dolgozol. Ha jól esik, akkor fölfelé is nézhetsz a tekintettel. Ha ez sok a nyakadnak vagy szédülsz, akkor csak néz simán oldalra. hogy az arcod laza, medencét süllyed bele a szék ülőkéjébe, és a medencébe medencéből nyújtózkodik a kezed. Gátizmodat finomon tartsd, meg onnan nyújtózkodj a gerinccel, fejtetőn keresztül oldalra fölfelé. Érezd, hogy a bordáid eltávolodnak, a bordakosarad megnyílik oldalirányba. Na gyere vissza középre, belégzés, enged a kezed, kilégzés. Ugyanezt megcsináljuk másik oldalra, jobb láb előre néz, bal lábadat kinyitod oldalra, megnyitod a csípődet, bal kéz lekönyököl a combra vagy a térdre, jobb kéz belégzéssel kiemel, majd kilégzéssel elnyújtod rézsútosan. És akkor mind a karoddal, mind a kerinceddel nyújtózkodsz oldalra. Megint akkor műsülyezted a merencédet lefelé, azaz, a lenyomott jobb ülőcsontból nyújtózik a jobb kezed új hegyek végéig, finoman megtartott gátizomból nyúltuzik a gerincoszlop végig, elemelkedik a szedcsont is és a fejtítő is, 45 fokba fölfelé. érezd, hogy a gerinc kinyúlik, minden feszültség kioldódik mellőle. érezd, hogy a bordáid is távolodnak, megint megnyílik a bordakosár. Majd kijövünk, menégzés, gyere vissza, kilégzés, enged le a kezed. És egy finomat fogunk homorítani, ezt oldalról mutatom, mert jobban látszik úgy neked. Uh, uh, háttámlás székkel tudod ezt megcsinálni, nincs háttámlás széked, akkor csak megtámaszkodsz, és elkezdesz így homorítani, ahogy most mutatom. De hogyha van háttámlás széked, akkor szépen ráengeded magad úgy, hogy a lapockád simoljon rá a háttámla felső részére. Ha ez megvolt, akkor elkezded a válladat hátra lefelé húzni, elkezded finoman hátrengedni a fejed, de nem lógatod, és a kezedet is elnyújtod hátrafelé. Ha sok a kezednek hátrafelé, mert ez egy intenzív melkos vállnyújtás, akkor csak maradjon itt az öletbe, vagy a hasadon a kezed, jó? És akkor úgy csináld. De hogyha bírja a vállat karod, akkor nyújtóz vele el. Merencéd legyen stabilon a talajon, vagyis a ülőkén, a térdekkel nyújtózol finoman előre, tehát a comb, medence, süllyed lefelé, a kar kiemel, vagy ugye az öletbe, vagy a hasadon, és a fejtetővel is nyújtózkodsz. Engeded, hogy most a szecsont emelkedjen ki, és előre felé nyíljon meg a mákas. Vegyél még pár mélyebb lélegzetet ide a mákasodba, és érezd, hogy minden fölmelegszik, bizserek, kinyílik. Majd hozz vissza a kezed, emeld ki a fejen, itt egy pillanatra állj meg, vegyél egy-két lélegzetnyi, mélyebb lélegzetet, majd ülj föl. Ú, uh, ezt imádom. <laughs> Kinyitotta a melkost. Most finoman előre fogunk hajolni, de figyelj azokra, amiket mondok, és akkor nem tereljük a derekat, de mégis jót teszünk vele, mert kinyújtjuk. Kicsit előrébb visszed a lábadat, tehát nem pont merőleges legyen a lábszár, hanem kicsit előre viszed. Húzd ki a hasadat nyújtózó gerinc mellett, hasajra a combodra. Öleld át magad így, tehát összefogod a akarodat szék szélén csak vigyázz ne, hogy előre buruljon, tehát legyen nagyon stabil. És kezd el a sarkarat előre nyújtani, addig hajolj előre, amíg a hasad combot együtt tud lenni. Miután már szétjönne a hasad combod, akkor állítsd meg a lábnyújtást, és a fejtetővel nyújtózkodj erősen lefelé. és az álladat finoman húzd a szedcsont felé, tehát így behúzod a fejed magad alá, és hogy nyújtózol el a fejér egyik irányba, medencével süllyedsz másik irányba, érezd és figyeld, hogy kerescsonton, nyakszírcsontig a gerincoszlopot teljes hossza szuper jól megnyúlik. És akkor minden egyes kirégzéssel engedj el minden feszültséget, ami esetleg itt van a törzsedben. Majd úgy jövünk ki, hogy először lép egyik lábaddal talpra, majd másikkal, szedszét a kulcsolást, támaszkodj a térdedre, és belégzéssel emelt ki magad, itt vegyél egy-két mélyebb lélegzetet. Nagyon jó. És akkor még egyet fogunk csinálni, egy gyakorlatot, egy csavarást, és akkor meg is lesz a kis irodajógánk. Megtartod a lábadat így merőlegesen, pont a szék közepén ülj, stabil medencével. És akkor ez megvolt. Belégzés nyújtózkodj fel a kezeddel, kilégzés csavar balra hátra, a bal kézzel hátul megfogod a háttámlát, jobb kézzel megfogod vagy a térded, vagy az ülőkét a széknél. Én most a térdet fogom megfogni, és akkor a vállövedet tarts párhuzamosan a talajjal, a gerincedet tartsd merőlegesen a talajra, és ezekre figyelve elnézel hátra. Fontos, hogy csavarásban nem kell belefeszülni, ne vidd el nagyon-nagyon mélyre, csak mozgás határig menj el, és ezt megtartva, ugye, hátra nézel, és a gerincet teljes hosszát érezd, ahogy kicsavarodik, és érezd, milyen jót teszel ezzel, fölfrissíted az egészen. Belégzés, gyere, fordulj, vissza, a magasba, majd megcsináljuk másik oldalra is a csavarást, jó? Belégzés, felnyújtózol, kilégzés, csavarsz jobbra-hátra, Jobbkész hátul tesz le, fogod a háttámlát, bal vagy az ülőkét fogja, vagy a térdet fogja, és elnézel hátra, mennyire tudsz. Előbb elmondottakra figyelj, de figyelj arra is, hogy a merencével ne billenj így hátra, előre billenten, az ülőcsontokon legyen a törzsöd súlya, és a keres csontod legyen merőleges a talajra, és a megtartott merencéből emeld a szedcsontodat, fejtetődet fölfelé, és néz ugye hátra. És orron keresztül tartod a folyamatos egyenletes légnést. Majd egy belégzés, egy gyere fordulj előre, nyújtózkodj föl. Kilégzés enged le a kezed, még egyet-kettőt lélegzünk, Megint belégzés, fölnyújtod a kezed, fölemeled az állad, kilégzés, leengeded a kezed, leengeded az állad, belégzés, kiemelked, kilégzés, vissza le. Legközelebb fölnyújtózkodsz belégzéssel, maradj itt, kulcsold ujjaidat, és nyújtózkod nagyon fölfelé, álladat emeld inkább fölfelé, szed nyomd előre, engedd le a kezed, tedd le a térdedre, lazuljál, és megvoltunk a irodajogával. Ez egy nagyon rövidke gyakorlat, nagyon egyszerű nyújtósorozat, de remélem jól esett, és érezted, hogy az egész törzs elől, hátul, oldalt, kilazult, frissebb vagy, jobban fog menni a munka. Akkor további szép munkát neked!